A sikeresen megrendezett Európa napot követően a salgótarjáni Bolyai János gimnázium csapata második lett a Europe Direct által kiírt For For Europe Európai Uniós versenyen. Több mint 250-ből 14 csapat jutott be a kecskeméti országos döntőbe, ahol 5 feladatot kellett teljesíteniük a versenyzőknek. A saját Európa nap bemutatása utáni feladat gyakorlatilag el is döntötte a versenyt, amelyben az új Európai Bizottság tagjait kellett felismerni országukkal együtt, valamint azt, hogy az adott biztos milyen területért felelős. A Dobos Zétény, Fülepi Dávid, Pádár Nikolett, Virágos Gergő összetételű négyes számított erre a kérdésre, így remekeltek a bolyaisok. Horvátné Solc Erika tanítványai több nagynevű országos hírű középiskolát maguk mögé utasítottak. Az első helyezést a debreceni Fazekas Mihály gimnázium nyerte el. A győztes és a második helyezett csapat májusban részt vehet egy strasbourgi tanulmányúton, ahol az Európai Parlamentben közel 500 az Unió különböző országaiból érkező fiatallal találkozhatnak és dolgozhatnak együtt.